2009, december 17-e van, üdvözlök mindenkit. Eurósa dollár felbontás, napi felbontásban. Candlestick, 10 nappal ezelőtt, 10-12 nappal ezelőtt megnyitottuk a kereskedésünket 1.50.95-nél. Láthatjátok is háromszöget fent. Alsó sárga vonal az 1.44-es, az volt egy padló, egy támogatás. Ma sikeresen áttörte az árfolyam, eddig legalábbis ezt a támogatást. Tehát valószínűsítem, hogy az eurós a dollár továbbra is gyengülni fog. De ezt jövő héten meglátjuk mindenféleképpen. Egyelőre tartom a kereskedésemet úgy, ahogy van. Megbeszéltük, hogy a deflációról fogok beszélni. Nem felejtettem el a mohóságot és a félelmet sem, ezt a kettőt is. Erről is fogok beszélni majd az elkövetkezendő 1-2-3 adásban. Most maradjunk csak a deflációnál. Defláció miből alakul ki? Semmi másból, kérlek szépen, mint az inflációból. Adott ország, adott kormánya elhatározza, hogy ő most akkor, tegyük fel, ugye ingatlan esetében, ingatlan lufi volt a legutolsó lufi, ami most ugye kidurrant egy másfél éve. Előtti a kormány, hogy hoz egy ilyen törvényt, vagy határozatot, ugye, hogy alacsony kamatozásra ad az embereknek pénzt. Hát ő garantálja azt, hogy te felvehetsz 2%-ra vagy 3%-ra a tisztelt banktól kölcsönt 20 vagy 30 évre, attól függ, hogy hogy írod alá a szerződést, és megveheted az otthonodat a pároddal. Mi történik? Sok ember szem előtt, ahogy el van húzva ez a mézes madzag, ők bizony mennek, rohannak, és ugye mivel a bankok úgy hirdetik meg ezeket a dolgokat, hogy le se kell tenned pénzt, vagy csak 5%-át kell letenned az értékének a teleknek, vagy a háznak, vagy a lakásnak. A 20 millió forintos házat tegyük fel, te meg tudod venni úgy, hogy 1 millió forintot teszel le a banknak, plusz kifizetsz 3-400 ezer forintot, mint ilyen különböző költséget, ki tudja milyen illetéket, költséget, lehet akár, lehet az 5-600 ezer is, a jóisten tudja, szerencsére nem jár. Nem veszek fel ilyen kölcsönöket, úgymond, nem tudom pontosan, de ez rengeteg papírmunkával jár, és a papírmunkának mindig van költsége is. Plusz a bank ugye rádob egy 1-2%-os extra kamatot, amit ki kell fizetned, tehát a végén ugye megállsz egy nem 2%-os kamattal, hanem 3-4%-os kamattal, amit fizetsz vissza ugye éves kamattal a tisztelt bankoknak. A bankok neked adják a kölcsönöket, adják az embereknek a kölcsönöket, miből adják a kölcsönöket? A semmiből adják a kölcsönöket, ugyanis a bankban réges-rég nincsen fedezet a pénz mögött, és réges-rég nem a betéteseknek a pénzét adják ki, mint ahogy ők hazudják, vagy legalábbis mondják, hanem ők egész egyszerűen beütik a kompjúterbe azt a még 1-2-3-4 nullát, és kiadják a kölcsönt nektek, nekünk, kamatostul. Mi történik akkor, amikor ugye az árak mennek föl, ekközben az árak mennek föl, nagyobb lesz a kereslet a lakáspiac iránt, ezáltal nagyobb lesz a kereslet a lámpa iránt, az ajtó iránt, az ablak iránt, az ajtótok iránt, és a beton után, és egyáltalán szinte mindent ez hoz magával ez az ingatlan dolog, nem csak magát, a házat. Nő a kereslet, sokkal nagyobb lesz a kereslet, nagyon sok dolog iránt. Nő a kereslet, sokkal több embernek lesz munkája, úgymond, de milyen munkák lesznek a piacon hirtelen, rengeteg munka? Olcsó munkák. Ezek 80-90 ezer forintos munkák magyar szemmel nézve, de ugyanúgy amerikai szemmel a 6 dollár 50 cent per óra, mondhatnám. Ezek a munkák keletkeznek. Rengeteg ilyen munka lesz, ugye a sok-sok munka közül válogathatsz, általában a fizetések természetesen laposak, de rengeteg elérhető munkahely lesz. Olcsó munkahely. Kevés fizetéssel, vagy átlagbér alatti fizetéssel. Igen, ám, de mi történik, amikor ennek a lakásnak, meg a házaknak az ára ugye emelkedik szépen lassan, mivel a kereslet ugye nő irántuk, és nagyon sok ember felveszi ezt a bizonyos kölcsönt, mivel látják, lakására, házára, telekára nőnek, nagyon sokan nem csak egy lakást vesznek, hanem még bizony felvesznek egy-két lakásra, egy-két telekre, egy-két extra házra is kölcsön. Miért? Mert azt gondolják, hogy 2-3 év múlva bizony fölmegy ennek megint 10-15-20-30%-ot az ára, és jaj, de jó lesz nekem, mert majd eladom, és majd akkor én ugye extra pénzt csinálok.
mi történik, amikor ugye nagyon drága lesz az a bizonyos telek, az a bizonyos ház, az a bizonyos lakás, az egész dolog megáll. Nagyon sok ember esetleg nem tudja fizetni tovább a törlesztő részleteit, mivel amúgy is csak havi 85.000-95.000 forintos állása volt szerencsétlennek, nem gondolkozott előtte, ugye, és nem sikerül eladni a házát neki, hiába vár egy évet vagy másfél évet, nem sikerül neki eladni 15-20% vagy 30%-os haszonnal, szépen lassan ugye a lakásárak megállnak, vagy házárak teljesen, úgyhogy hogy mondom, a lényeg az ugyanaz, az árak megállnak, stagnálnak, vagy elkezdenek zuhanni. Mi történik ekkor? Nagyon sok bank ugye pórul járhat esetleg, mert hogyha kicsit jobban esnek a házárak, vagy azok a bizonyos lakásárak, akkor nagyon sok ember ahelyett, hogy ugye becsületesen vagy tisztességesen egész egyszerűen nem fizetés, nem is érdekli, hogy milyen következménye lesz, mert ott van, a háza után van még extra két ház, vagy extra két lakás, amit megvett a szerencsétlen, és ő úgy gondolja, hogy hát bizony ezt nem tudja fizetni, mit csinál? Visszaadja a kulcsot a banknak, vagy nem is adja vissza a kulcsot, mivel emberek vagyunk, a legtöbbünk ugye nagyon mohó, még a WC-t is kiszeri a fürdőszobából, vagy a mosdót a fürdőszobából, és még azt is eladja úgy áravat, mivel nem érdekli. Elsétál abból a bizonyos lakásból. Nos, a bankok hogy járnak? Na kellene a pénzük, várják a törlesztő részleteket, de várhatják, nem kapják meg. Mi történik a piacon? A nagy emberek, ugye a gazdagok, hogy úgy mondjam, a tisztelt urak, elkezdenek nem fizetni, elkezdenek nem vásárolgatni, visszafogják a fogyasztásukat. Ők is visszafogják a fogyasztásukat. A szerencsétlen Kázmér is visszafogja a fogyasztását, ugye, mert rájön, hogy a 98.500 forintos fizetéséből nem sikerül neki azt a két lakást finanszírozni, sőt, már a saját házát sem tudja törleszteni a törlesztő részletét. Nagyon sok bank ugye fölemeli a kamatot, vagy megpróbál több törlesztő részletet kérni, mivel másik 10.000 vagy 100.000 ember meg pecsődött közben, és nem akarnak fizetni. A bank az összes többitől, aki addig is fizetett, próbálja behajtani a különbözetet. Mi alakul ki? Az árak elkezdenek esni, egyre kevesebb munkahely is lesz, ugye? Ugyanez idő alatt defláció keletkezik. Ilyen egyszerű. Inflációból alakul ki a defláció. És aztán a deflációból, amikor a kormányok elhatározzák újra, hogy akkor ők újabb törvényeket hoznak, ha ez így jobban tetszik, természetesen ezzel csak rontják a helyzetet, ugye? Ahelyett, hogy hagynák az egész piacot, ahogy van, ők még nagyobb bajt kreálnak, újra elkezdik ezt a bizonyos lufit. Valamilyen lufit elkezdenek felfolyni. Erről fogok következő adásban beszélni, az infláció és a deflációról. Együtt kicsit jobban kitárgyaljuk és jobban meg, közelebbről megnézzük. Köszönöm figyelmeteket, legközelebb egy-két hét múlva találkozunk. Viszlát!